Köszöntöm Önöket, a Kanizsa Televízió híradóját látják október 20-án csütörtökön. Először nézzük a legfontosabbakat röviden. Zala megye Célkeresztben. Keszthelyen kapták el a feltételezett terézvárosi merénylőt. Vállalkozz digitálisan, jön a negyedik ipari forradalom. Örömszerzés mesével a szülőket tanítják. Keszthelyen fogták el a terézvárosi robbantás gyanúsítottját szerdán délután. Erősítette meg televíziónk helyszíni információit Hajdú János, a terrorelhárítási központ főigazgatója egy budapesti sajtótájékoztatón. A TEK egységei ezzel párhuzamosan Karmacson házkutatást tartottak a feltételezett merénylő családjának házában. A helyszínről Bornemisza Tamás jelentkezik. Szerdán már délelőtt napvilágot láttak azok a hírek az interneten, miszerint tekes konvoj indult az M7-es autópályán a Balaton felé. A konvoj célja délutánra világossá vált, egyszerre két helyszínen hajtottak végre összehangolt akciót a terrorelhárítási központ munkatársai Keszthelyen és a Hévíz közeli Karmacson. Mint a későbbiekben kiderült, Keszthelyen elfogásra került a sor. Ekkor még nem lehetett biztosan tudni, hogy a Terész körúti robbantót vagy a robbantása alaposan gyanúsítható szemét vettek-e őrizetbe a TEK munkatársai. Számos találgatás látott napvilágot, teljes volt a hírzárlat az ügyben, senki nem nyilatkozott, nem lehetett biztosra tudni. A nyomozó főügyészség szóvivője nem kívánt nyilatkozni az ügyről, és mindenkit arra intett, hogy a csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón adnak majd pontos tájékoztatást. Mindeközben szerdán délután hosszasan vizsgálták az előállított személy jelenlétében a feltételezések szerint tulajdonát képező piros színű gépjárművet. Technikusok és helyszínelők tucatjai lették el a járművet, milliméterről milliméterre vizsgálták végig, és vettek róla új lenyomatot, és feltételezhetően DNS mintákat is. Hosszú idő elteltével az előzetesbe vett és megbilincselt fiatalembert egy szürke színű furgonba szállították be, amit később egy rendőri felvezető autóval a helyszínről elirányítottak. Mindeközben a Hévíz melletti Karmacson is akciózott a terrorelhárítás. Három páncélozott jármű jelent meg a településen, amit egyébként hermetikusan lezártak, csak az átmenő forgalmat engedélyezték. Rengeteg sok gépjármű és rengeteg sok szakértő jelent meg egy családi háznál, és házkutatást tartottak a feltételezések szerint. Ez volt az a családi ház, ahol huzamos ideje tartózkodott, vagy legalábbis időszakonként több időt eltöltött a feltételezett elkövető. Éjjel 2 óráig tartott a helyszínelés, de a feltételezésekkel ellentétben Karmacson elfogásra nem került sor. A bizonytalanságot végül is a csütörtök délelőtt 11 órai közös sajtótájékoztató oldotta fel, amelyben a nyomozó főügyészség, az országos rendőrfőkapitányság és a terrorelhárítás közösen jelentette be, hogy elfogták a Terész körúti robbantással alaposan gyanúsítható fiatalembert, akiről annyit lehetett megtudni, hogy a feltételezések szerint és az eddig rendelkezésre álló adatok szerint egyedül követte el a bűncselekményt, tehát nem volt társa. Azt is elmondták a sajtótájékoztatón, hogy nem működik együtt a hatóságokkal, gyakorlatilag egy szót sem szólt. Minden 5. 16 és 74 év közötti magyar nem használta az internetet tavaly. A digitális tájékozatlanság a hazai kis- és középvállalkozásokra is jellemző, még napjainkban is akadnak olyan vállalkozók, akik nem ellenőrzik rendszeresen az e-mailjeiket. Derült ki a digitális felzárkóztatást segítő modern vállalkozások programot bemutató rendezvényen. A kamara által szervezett információs napon az is elhangzott, aki a digitalizációról lemarad, mindenről lemarad. Az európai piacon jelentősen rontja a cégek hatékonyságát és versenyképességét a hazai kis- és középvállalkozásokra jellemző informatikai korszerűtlenség. Az a ruhaboltos, aki a Facebookra felrakja mindig az új készletét minden héten, az nagyobb valószínűséggel többet fog eladni, mint aki csak a kirakatba kirakja, hiszen így elér egy olyan kört is, amit eddig nem. Ráadásul a digitális világ az egy csomó új lehetőséget fog hozni. Jön a negyedik ipari forradalom.
a teljes automatika és a digitális térnyerés, és aki erről lemarad, az bizony lemarad mindenről. A digitális felzárkóztatást segíti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kormányzati támogatással létrejött Modern Vállalkozások programja, amely egyebek mellett infokommunikációs tanácsadást és interaktív tudástárat is tartalmaz. Ráadásul a projekthez csatlakozó cégek a hamarosan megjelenő digitális vállalkozásfejlesztési pályázatban 5%-kal több visszanemtérítendő támogatást hívhatnak le. Biztos önök is találkoztak már azzal, hogy rákerestek valamire, és utána mindenhol az a hirdetés jött szembe. A YouTube-on, a Facebook-on, mintha követték volna önöket. Na ez a remarketing. És ez a szisztéma a mai online marketing eszköztár egyik kihagyhatatlan lehetősége. A kamara által szervezett információs napon az érdeklődők az online marketingről, a felhő alapú alkalmazásokról és különböző szolgáltatások digitalizációjáról hallhattak előadásokat. A mesélés nem arra való, hogy megtanítsunk valamit a gyerekeknek, nem azért kell mesélni, hogy neveljünk. Egyszerűen az örömszerzés, a fantáziavilág kiszélesítése miatt fontos, és nem csak a gyermekeknek, mondta Boldizsár Ildikó író, mesekutató. A meseterápiával is foglalkozó szakember a mese szerepéről, a mesélés fontosságáról beszélt Nagy Kanizsán. Szülők, óvodapedagógusok beszélgettek a mese szerepéről, a mesélés fontosságáról a Hétszínvirágtag óvodában. A felgyorsuló technikai eszközök olyan mértékben bekerülnek a gyerekek életébe, hogy azt tapasztaljuk, hogy a mindenkori élő szóval való mesélés kezd kiszorulni a gyerekek mindennapjaiból. Ezért mi nagyon fontosnak tartjuk, óvodapedagógusok, és egyfajta küldetésként éljük meg azt, hogy a szülőket megtanítsuk arra, illetve felhívjuk a figyelmüket a mindennapos mesélésnek a fontosságára. A témához egy igazi szakértőt is hívtak. Dr. Boldizsár Ildikó meseterapeuta, mesekutató, író volt a vendég. A mese egyfajta lélekfrissítés, melynek segítségével az ember rá tud nézni saját magára és a világra különböző történeteken keresztül. Tulajdonképpen az elsődleges funkciója a mesének az, hogy egy ilyen tudati állapotot idéz elő, amiben az ember egyszerűen jól érzi magát, felfrissül, jobb kedve lesz, erősebbnek érzi magát, reménytelibbnek. Tehát egy csomó olyan dolgot tud a mese elérni a fizikai testünkkel, meg a tudatunkkal, meg a lelkünkkel, amit a javára lehet írni. Mint azt a szakember elmondta, amikor egy gyerek nem figyel, unja a mesét, lehet arra gyanakodni, hogy a választott történetben van a hiba. Szerinte az életkornak megfelelően eredeti népmeséket, klasszikus és kortárs meséket is kell olvasni egy gyermeknek, sőt, a saját családi, valamint a közösen kitalált történeteknek is nagy szerepük van a gyermek egészséges személyiségfejlődésében. Az élet nagy kérdéseire keresik a választ az adventista gyülekezetben. A két hetente jelentkező Életfejlesztés című programsorozat első állomásán a szeretetről, az önelfogadásról és a szenvedélybetegségekről beszélgettek a résztvevők. Ez egy olyan útnak, egy olyan kanizsai közösség életnek az első alkalma lehet hitünk szerint, ami hagyományt teremt. Életkérdések bibliai alapokon. Ez a mottója a gyülekezet új programjának. Az első vendég a Nágocsi Reménység Rehabilitációs Ház szakmai vezetője volt. Az alkoholbetegségnek is csak egy része, csak a tünete az alkohol maga. Az izmus, az emberi személyiség annak az elakadásai, a töréspontjai. Mindannyian szeretetre vágyunk, de a szeretethez nincs elég forrásunk. Béli a szakember, aki szerint ugyan közhely, de igaz, az élet a legnagyobb tanító. A csalódások, az ideavesztés, a helykeresés minden életút jellemzője. Amikor az ember eljut oda, hogy akár a számítás családjában, akár a választott családjában, akár a választott szereiben, viselkedési, akár kapcsolati addikcióiban nem találta meg a szeretetnek a forrását, akkor kell feltenni kérdéseket, hogy de milyen tartós, valódi forrásokat találhatok ahhoz, hogy valóban tudjak szeretni és ebben kiteljesedni. Ez egy szép tanulási folyamat. Az életfejlesztés nem egy klasszikus értelemben vett előadás sorozat, a résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy egymás közt is megvitassák a véleményüket egy-egy adott témában. Megbeszélhetjük akár a tapasztalatainkat, kérdéseinket vagy kétségeinket, és én azt gondolom, hogy az asztaltársaságban kicserélt gondolatok által is, nem csak az előadók által is épülhetünk.
Az év hátralevő részében még 4 alkalommal jelentkezik az életfejlesztés. A tervek szerint szó lesz majd a nyugalomról, a félelemről és a megbocsátásról, a legközelebbi november 2-ai programon pedig az életértelméről. Sok zenével, énekkel és tánccal tartottak szüreti mulatságot a Fogyatékkal Élők Űrhajós utcai intézményében. A hagyományok és az évszakokhoz kötődő szokások megőrzésére nagy hangsúlyt fektetnek a bentlakásos otthon dolgozói. Az intézmény vezetője azt mondta, rendkívül fontos, hogy az ellátottak semmiben, így a szórakozási lehetőségekben se szenvedjenek hiányt. Intézményünk őrzi a hagyományokat. Ebből az alkalomból idén is sorra került a szüreti mulatság, ami egyben az ősz, illetve a betakarításnak az időszakát is jelképezi. Ebből az alkalomból az intézményünket is őszi hangulatban, betakarítást jelképező dekorációval díszítettük föl. Ellátottjaink nagyon várják ezt a napot, nagyon szeretik a zenét, a mulatozást, a vidámságot, nagyon készülnek rá. Nekünk pedig, mint dolgozóknak az a feladatunk és az a dolgunk, hogy biztosítsunk számukra minden olyan lehetőséget, amit szeretnek és amiben jól érzik magukat. Nagy öröm az együttlét, ennek a gondolatnak a jegyében ünnepelték az idősek napját a MOL bányász nyugdíjasok. Hagyományos rendezvényükre a szeretet és az együttműködés jegyében állandó vendégeiket, a Kórházklubot és az Esztergyei őszi rózsák dalkört is meghívták a Voke Kodály Zoltán művelődési házba. Híradónknak elmondták, a MOL bányász nyugdíjasok aktivitása nem lanyhult az utóbbi években, idén is ők voltak a legtöbben a Város Idősek Hete rendezvény sorozaton. Újabb sikert értek el a kanizsai úszók. A dél-zalai vízműese fiataljai a közelmúltban Keszthelyen úsztak a Somogy-Zala körverseny első állomásán. Gyors, pillangó, mell, vegyes és váltó, több számban is indultak a fiatal kanizsai úszó tehetségek. A versenyen Dencsor Solya, Kantó Loretta, Vaska Barnabás és Kantó Marcel több versenyszámban is a magyar korosztályos ranglista 20-as listáján belüli időt úszott. Híradónk végén nézzük meg még egyszer a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Zala megye Célkeresztben. Keszthelyen kapták el a feltételezett terézvárosi merénylőt. Vállalkozz digitálisan, jön a 4. ipari forradalom. Örömszerzés mesével, a szülőket tanítják. Köszönöm figyelmüket, a Kanizsa Televízió híradóját látták, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!